a közösségépítést és a nemzeti öntudat erősítését tartja legfontosabb feladatának az a délvidéken tevékenykedő Petőfi ösztöndíjas fiatal, akit hamarosan önök is megismerhetnek. Alig 3 évvel ezelőtt látogattunk el a szórványok szórványába, a délvidéki szerémségben fekvő Maradékra. Azóta a fiatal református lelkész Halász Dániel és a helyi magyar közösség összefogásának hála mára a református parókia épülete és a templom belső is megújult, és sok más pozitív változás is történt a faluban. Sokan úgy gondolták, hogy a maradéki magyarságnak meg vannak számlálva a napjai, hogy csak idő kérdése, hogy mikor tűnik el, hiszen ezt én is tapasztaltam, amikor időttem, hogy ha az oktatás nyelve megszűnik, akkor onnantól kezdve már egyre több gyerek volt, aki nem beszélte a magyar nyelvet. Most már ez hál' Istennek kezd visszafordulni, mert látszik az, hogy most már vannak fiatalok is, sőt most már 4 középiskolásunk is van, akik magyarul járnak középiskolába, ami nagyon nagy dolog. A nemzetmentő munkában segítsége is akad a lelkésznek. A Budapestről érkezett 26 éves Petőfi ösztöndíjas Sőn Bálint személyében, aki épp a magyar óvodába igyekszik. Sziasztok, gyerekek! Szia, Bálint! Szia, Bálint! Bálint nem véletlenül választotta a délvidéket. Ezt fogalmaztam meg a felvételin is. Ha ide kerülök, annak azt a nagy előnyét látom, hogy nem csak 9 hónapra szól az ösztöndíj, hanem tulajdonképpen valószínűleg az egész hátralévő életembe, mert ide sokszor lehet majd visszajárni, akár budapesti közösségeimmel, akár majd a leendő családommal. Bálint feladata elsősorban a közösségépítés és a nemzeti öntudat erősítése. Ezt már az óvodában el kell kezdeni, ahol mondókát tanulnak a kicsikkel. Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot, atyánk Istenünk. Nagy szükség is van Bálint munkájára, hiszen a református parókián működő magyar óvodába egyre több szülő iratja be csemetéjét. A maradéki óvodában jelen pillanatban 6 gyerek van beiratkozva, avval, hogy várható még 3 kis testvér. Maradéki magyar! Itt már az alsósok legújabb csata kiáltásától hangos a parókia könyvtára, amely a magyar napközis foglalkozásoknak ad otthont immár 2 éve. Bálint nagy segítséget jelent a tanítóknak, most éppen papírból készít angyalkát a kicsikkel. Az angyalkának milyen van, amivel repülni tud? Szárnya! Szárnya! Az angyalkáknak lesz szárnya is. Egy idő után monotonná, rutinná válik a mi munkánk, és ezért jó, hogy itt van Bálint, jön, és mindig egy újdonságot hoz, mindig megszépíti, kiszínezi a hétköznapjainkat. Bálint mindig színes foglalkozásokkal készül a napközire, a gyerekek már a Kossuth nótát is kívülről fújják. Én némiképp örökségbe kaptam, édesapám nagybecskereki, és Budapesten alapította a családot, és ott születtünk mindezeten. Szeretném ösztöndíjasként ezt, hogy mondjuk gyakrabban járok haza, ezt arra felhasználni pont, hogy ez a hídépítés megtörténhessen. A gyerekekkel is majd megyünk az országházi karácsonyra. Ott is azt hiszem, hogy ez egy plusz, hogy én budapestiként ott meg tudok mutatni néhány dolgot nekik. Advent 3. vasárnapján a maradéki magyarság együtt készíti lelkét a megváltó születésének ünnepére. Az én dolgom itt Petőfisként, hogy a maradéki magyarságot egy közösségként szolgáljam, és őket is az összetartozásra, az együtt tevékenykedés, a magyarságnak együttes megélésére biztassam, vagy ebben segítsem őket. És ebben egy jó eszköz ez a gyertyagyújtás is. Örök adventben élünk, tehát hogy várjuk azt, hogy ő vissza fog jönni, tehát a keresztények ebbe a hitbe élnek. Egy ilyen örök várakozásban vagyunk, hiszen az ember az mindig vár valamit, és mindig várjuk azt, hogy jobb legyen, boldogabbak legyünk, meg hogy könnyebb legyen az élet, és ez összefüggésben van a reménységgel is.
A hit megtartó ereje segítette hozzá a maradéki magyarságot, hogy a szerémségben minden viszontagság ellenére megőrizzék nemzeti öntudatukat. Bálint közösségépítő munkája és a közös adventi készülődés megerősíti a helyieket az egy nemzethez való tartozás érzésében.